Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a jeles Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott rendezvényünkre. Látható, hogy elég színes a palettánk, tehát nagyon sokféle témakört igyekszünk, de mindegyiknek köze van, ahogy ugye mindenki észrevette, minden előadás kötődik valamelyest valóban a magyar kultúrához, aminek ugye Kölcseyféle himnusz a apropója, de nem csak ezt érinti, hanem sokkal tágabb ennél a körnél. Mi ezt próbáljuk itt megjeleníteni. Én is ennek kapcsán próbálok eljutni ugye a Mi újság a Futrinka utcában címtől, amit valószínűleg nagyon sok gyerek, felnőtt is ismer, hiszen az én gyerekkoromban már ez a tévé esti meséjében ment ez a sorozat, és azóta is többször játszották. Valójában egy könyvről van szó, vagy több könyvről is szó van, amit Bálint Ágnes írónő írt, és hát ebben szerepel ugye Cicamica, Morzsakutya és Böbe Baba a legismertebb szereplők ebben a mese sorozatban. Ő több más mesét is ír, ugye a Mazsola és Tádé és más meséknek is szerzője, egyébként komolyabb írónőről, költőnőről is szó van. Mi köze itt a Futrinkáknak a Futrinka utcához? Aki meghallja ezt a szót, az általában elmosolyodik, ez a szó valahogy mosolyra gerjeszti az ember, és én megpróbálok ennek a nyomán mutatni néhány olyan dolgot, ami talán érdekes lehet. Kicsit visszamegyünk az időbe, nagyjából a Kölcsey időszakára, Kölcsey Kazinczy időszakára, hiszen ebben a városban élt egy bizonyos Frivalczky Imre. Fiatal korában itt élt, az ő születése a közeli Zemplén megyei Bacskó nevezetű településen volt, ez ma Szlovákia területén található, Terebes magasságában a Zempléni hegység északi vonalatában egy kicsi falu. Valójában ő nemesi származású volt, és az ő apja ugyanúgy ügyvéd volt, ahogy Kossuth Lajos apja is ügyvéd volt, és ugyanabban a gimnáziumban jártak, a ma ugye Kossuth Lajos gimnáziumban, amit Kossuthról neveztek el. Egy időszakban voltak nagyjából, amint látszik, talán el lehet olvasni, míg Kossuth Lajos kicsivel később született, Frivalczky Imre 1799-ben született, és két évvel járt Kossuth Lajos felett, tehát valószínűleg találkoztak. Egyébként is valószínűleg találkoztak, hiszen a szüleik ugyanúgy a városunknak ügyészei, jogászai voltak, tehát hasonló munkakat töltöttek be, biztos, hogy családilag ismert, de egymást a két gyerek is. Itt gyerekeskedett, az első két gimnázium évét töltötte az Újhelyi Gimnáziumban Frivalczky Imre, majd az apja ugyancsak jogászt, ügyvédet akart belőle nevelni, és elküldte Egerbe. Hát ez a kísérlete nem vált sikeressé, ami a kép bal sarkában látható Kitaivel Pálnak köszönhető, aki kicsit felsőbb osztályokban jár, az már találkozott a nevével valószínűleg, ő egy nagyon jelentős botanikus volt, az első között szerepel, őről neveztek el egy tanulmányi versenyt is, a természetkutatók, természetismerők tanulmányi versenyét, tehát ez mindig jeles vetélkedő az országban. Itt járt. Tulajdonképpen rokona volt anyai ágon a Frivalczky családnak, őket látogatta meg, és ugyanakkor az ifjú Frivalczky Imrét, aki még csak gimnazista, tehát kis iskoláskorú volt, valójában fiatalabb, mint a mai gimnazisták, mert 10-11 éves lehetett ekkoriban, elvitte a saját itteni kirándulásaira. Sajnos erről igazi feljegyzést nem tudtunk találni, csak a Frivalczky életrajzban lehet erre rábukkani, ami egy könyv formájában meg is jelent egy pár évvel ezelőtt, és ő tulajdonképpen éveket, nyilván évtizedeket is eltöltött a környékünkön, mégis nagyon kevés emlék maradt róla. Hihetetlen pályát futott be, valójában az első számú zoológusnak lehet nevezni, tehát állatokkal foglalkozó tudósnak. Budapesten végzett doktorátust, 1823-ban megkapta, 1824-ben ki is hirdetette itt a Zemplén vármegyei közgyűlés előtt, hiszen ő nemes volt, tehát itt ezt be kellett jelenteni, be kellett mutatnia, tehát ekkor szintén itt lehetett. Majd egész fiatalon levelező akadémikus volt, majd 40 évesen már rendes tagja volt a Magyar Tudományos Akadémián. Az egyik legjelentősebb műve a jellemző adatok Magyarország faunájához, aminek egy reprint példányát tudom csak megmutatni. Tudtam, hogy ez az egyetlen példány van a városban. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia adta ki 1860-ban. Tehát ekkor már egy idős
ember egész életműve jelent meg nagyjából ebben. Mi is ennek a jelentősége? És itt kapcsolódunk a magyar nyelvhez. Ez a kötet magyar nyelven jelent meg. Tehát ez egy óriási nagy dolog volt. Ez az első ilyen összefoglaló mű, ami egy hatalmas áttekintést adhat a korabeli Nagy Magyarország területéről, mert nem a mai Magyarországról írta, hanem a Kárpát-medencéről tulajdonképpen. És a másik az, hogy magyarul írta. Valójában érdekes módon én végigolvastam, kíváncsi voltam arra, hogy mint zempléni születésű és itt élt ember, mennyi információ van a mi környékünkről. Valójában kétszer említi a hegyalját, konkrétan Sátorújhegy sajnos egyszer sem. Az egyik az a képen látható csipkésszárnyú böngör nevezetű lepkéhez kapcsolódik, amit a hegyalján gyakorinak mond. Ez ma is gyakori, csak farkasalmas lepkének hívjuk egyébként. És hát nem lehet elolvasni a képen kivetítve, apró betűvel. A szövege magyar nyelven íródott, természetesen tudományos latin-szerű nevek vannak benne, és latin nyelvű tudományos leírásokat is tartalmaz, de egyébként elég olvasmányos. Akinek van módja, és itt a múzeumba bejön, itt a helyben elolvashat néhány részletét ennek a könyvnek. Én itt kigyűjtöttem néhány érdekes dolgot belőle. A lepkéket talán lehetett olvasni, hogy pikkelyröpűeknek nevezte. Ma ugye lepkéknek nevezzük. A bogarakat pedig téhelyröpűeknek nevezte. Tehát nem maradt meg ez a név. A tudomány őrzi ezt a szaknevet. Valójában részt vett a Bugár Pál és hát a Magyar Tudományos Akadémia próbálkozásában megindult nyelvújításban. És ez a könyv ennek egy példája. Néhány nevet kivettem a futrinkák közül. Érdekes módon maga ez a szó, hogy futrinka, azt gondolnánk, hogy tőle eredezhet, hiszen ő adott először ilyen neveket. A futrinkák családjából, amiket ma futóbogár féléknek nevezünk hivatalosan, különféle neveket adott. Ilyenek például, csak a magyar neveket oldalon, jobb oldalon látható, oldott cingolány, gyérszemzetű lapancs, magyarhoni futonc, kóborfutonc, y-álcány, gejvás csár, percegő pattogány, válfoltú fölögy, övedzett gyorsod, díszes szalang, rőtorjú kéjenc, ércfényű tekeny, nyúlt potrohú folyta, ércfényű sürge, kékelő lótonc, rokon röpér, süppel gernyéje, kékelő sürönk, büzge idomú ehő, valamint lyukgatott torjú likadék és díli fürgönc. Tehát ezeket ma nevetségesnek hallgjuk. Mondom, nincs benne az a szó, amit ma használunk, futrinka. Ez egy lista, ennél bővebb az eredeti. A másik, ha megnézzük, hogy hihetetlenül rossz, ha egy magyar tanár ma megnézi, ezt mindegyiket aláhúzza, mert rosszul van írva. Az eredeti írásmóddal írtam föl, én is többször átjavítottam, mert természetesen potrohú, hosszú U-val írandó. Ma, tehát ez helyes írásilag is ma helytelen, de akkor ez elfogadott volt. Ha ebbe a könyvbe valaki beleolvas, akkor számos ilyen dolgot talál, de hát ezt el kell néznünk, hiszen ez az előzménye a mai korunknak. Követői akadtak. Itt a környékünkön dolgozott ez a három ember. Mocsári Sándor csak egyszer járt itt a gimnázium gyűjteményéről írt, már magyar nyelven, az már sokkal érthetőbb. Azt a történetet is leírta, hogy hogyan került ő ide. Csizer Kornél nagyon jelentős Sátorújhely városában, itt lakott a hátunk mögött levő 9 emeletes helyén, ott volt a Vármegye tisztiorvosi szolgálati lakása, és egyébként ő 1869-től 1892-ig volt a Vármegye, tehát Zemplén Vármegye tiszti főorvosa, valódi orvos is volt, ugyanakkor foglalkozott a gyógyvizekkel, egyéb betegségekkel, bogarakkal és más állatokkal is, nyilván gyógynövényekkel is. Ő hatalmas évet futott be, majd a minisztériumban ő volt tulajdonképpen a korabeli első olyan egészségügyi miniszter, aki a egészségügyi jogot is megírta három kötetben, tehát ő nagyon sok téren alkotott óriási nagyot, illetve hát valójában a Kazinci kultuszápolásában is, mint akadémikus, nagyon sokszor szerepet látszott, beszédeket mondott, és az ügy érdekében, a szép hal ügy érdekében nagyon sokat tett. Tehát ő egy hosszú életet élt itt, és maga mellé vette pontosan, amikor itt lakott az 1800-as évek elején, bizonyos Bíró Lajost, akit hát ha a képen látott valaki, akkor általában sötét bőrű, Pápua Új-Guineai benszülöttek társaságában ül nagy szakállat rozomborzan. Fiatal korában járt itt, körülbelül így nézhetett ki, tehát 20 évesen töltött itt néhány évet. Egyrészt azért, mert rekordtom volt itt a környékünkön is a filoxéra, ez a szőlőt megbetegítő járvány,
és őt ide küldték Filoxéra biztosként, tehát így kapott egy kis jövedelmet, fiatal végzett tudósként, és elismert tudósként már. Ugyanakkor Csizel Kornél maga fia mellé, Csizel Béla mellé házi tanítóul alkalmazta, és megíratta vele 2 év munkássága nyomán a környék bogárfaunáját, ami 2000 körüli bogárfajnak a felsorolásás és adatát tartalmazza, valamint egy nagyon szép leírást a környékünkre egy olyan embertől, aki nem itt lakott. Tehát kívülről nézte egy kicsit, ez egy nagyon szép leírása a Vármegyének, és egyben Sátoraljőhelyből is egy nagyon szép írást találhatunk abban a 1883-as műben. Tehát nagyon sokan fordultak meg, de a jelentőset igazából a futóbogarak terén, mert hogy erre kanyarodjunk, bizonyos Csiki Ernő alkotott, aki szintén átment új helyen, és néhány bogarat itt is fogott. Valójában elsősorban Hüzér-Radvány környékén gyűjtött többet, amit az emplén adott nem találunk, mert azt Abaúj Torna megyének hívták akkor azt a területet, és így egy körülbelül 2 hetet töltött a Károlyi kastélyban vendégként. Tovább menve, tehát a futó bogarak egy különleges bogárcsoport. Mik is a bogarak? Ugye a bogarakról mindenki tanult, hogy az ízelt lábúak közé tartozó rovarokon belül van egy csoport, egy részhalmaz, valódi részhalmaznak nevezhetjük a matematika nyelvét, a futrinka félék is ezek közé tartoznak, ragadozó bogarak. Ha a bogarakról beszélünk, ugye akkor általában ugye a hosszú lábú, páncélos állatok jutnak az eszünkbe. Valójában ugye a teljes átalakulás miatt ugye a pete, lárva és báb forma is kell, hogy az eszünkbe jusson. Tehát ugyanúgy, hogy a lepkénél a hernyó is ugyanúgy lepke, csak az éppen a fiatal lepke. Na most ezek is ugye itt a lárvai láthatók egy nagyobb termetű futrinkának, valószínűleg a kék futrinkának a fotón is, illetve a Csiki könyvében levő ábrán a lárva és a báb ábráját lehet látni. Így néz ki az imágó, a kifejlett bogár. Ez már nem a kék futrinka, hanem az zemplén futrinka. Tehát a ragadozó bogarak közé tartoznak. Egy 500-nál több fajuk van Magyarországon. Ezek a legnagyobbak, és ezeket már valóban futrinkának nevezzük ma. És általában a futrinka nevet csak ezekre a nagy futrinkákra használjuk, amelyek közül ma Magyarországon mindegyik védett. Ez a zempléni futrinka egyébként fokozottan védett, és Natura 2000 kategóriába is tartozik. Ragadozó bogaraknak mondjuk, de hát a képen is láthatjátok, hogy részben csigákkal, férgekkel, például földi girisztákkal táplálkoznak, de nem mindegyik futrinka faj olyan, amelyik csak ragadozó, a legtöbb vegyes táplálkozású. Többek között a ragadozó fajok is nagyon kedvelik az érett gyümölcsöt, tehát a gyümölcsfogyasztás, és ez a horrorisztikus dolog, amivel éppen ott birkózik a kép jobb alsó sarkán, az nem egy múmia, hanem egy aszusodó szőlőszem, és ennek a édes nedvét próbálja kiszipogatni, kinyalogatni. A bal alsó képen pedig látszik, hogy ha eszik egy bogár, jóva fér bele, hiszen ugye zártnak tűnik, de valójában a kép szányfedő és potroh alsó részén elkezd dagadni egy sárga rész, az pedig azt jelenti, hogy jól lakott. Tehát ez egy ruganyos rész, ugye kitin borítja a bogaraknak a jelentős részét, de ez a kitin ez valójában nem a kemény részt jelenti, hanem annak egyik alkotó részét, és ugyanúgy kitin alkotja azt a részt, ami lágy. Tehát a kitin valójában nem keményebb, mint a cellofán, amit ismerünk. Ez egy nagyon hasonló jellegű anyag. Könyvek jelentek meg még Magyarországon a bogarakról, igazából nem túl sok, ez a legnagyobb könyv, és az egyik legújabb teljesnek mondható mű, ami ezt tárgyalja. Ez az ország egyik jelentős alkotása, a Pannon régióról szól, és a környékünkről is számos rovarokról, bogarakról szóló kiadványt jelentettünk meg mi magunk is. Természetesen ez nem fedi le az egész környéken folytatott kutatásoknak az eredményét, csak néhány csoportot tudok így bemutatni. Bár van olyan, amelyikben kimondottan a futrinkákról is van szó, de egyelőre olyan még nincsen, ahol csak azokról lenne szó. És tovább lépve, ezek nem túl régiek egyébként, hogy néznek ki általában a futrinkák. Itt néhány villantóképet mutatok be, hogy az előzőn az általában avar területen, az avar alatt szoktak tanyázni ezek az erdőlakó futrinkafajok. Ezek széles futófajok, ezek viszonylag nagy termetők és elég gyakoriak az erdőterületeken, de vannak olyanok közöttük, amelyek fölmásznak a növényekre, vagy jól repülnek, akár különböző neveik vannak, nem kell ezeket megtanulni, nagyon sok van, 500 fölötti a fajszámok, mondtam. Jelentős részüknek a magyar neve kicsit eltér a szokványostól. Ilyen például az aranyos bábrabló,
aminek a tudományos neve kaloszomot, tehát szép testűt jelent egyébként, és egy nagyon jelentős kártevő, pusztító, hasznos bogárnak mondható. A bőrfutrinka pedig a legnagyobb termetű és a leghosszabb életűnek ismert hazai futóbogárfajunk. Ezek több évig élnek, általában a lárva fejlődés is 1-2-3 évig is eltarthat, ugyanakkor az imágók nagyon rövid életűek szoktak lenni, tehát egy évnél nem szoktak tovább élni a futrinkák, kivéve a bőrfutrinka, akinél állítólag a 3 éves kor is előfordulhat. Ez a legnagyobb, olyan 4 centi körüli bogárról van szó, és hogyha ebben az állapotában látunk egy bőrfutrinkát, az akkor elég nagy bajban vagyunk, mert akkor éppen lőni készül. Vegyi védelemmel vannak ezek az állatok ellátva, amit a potrohúból irányítanak. Megemeli a potrohát, és ott látható, hogy egy kicsi hártyás rész ki dagad, akkor az emelkedéstől próbál egy prést alkotni, és kilő egy vegyi anyagot. Tehát itt a Búzás Laci bácsi kísérletéhez hasonlóan kellemetlen szagú, bár nem éppen klórszagú, hanem inkább szerves savakat tartalmazó anyagot, ami kellemetlen szagú is, tehát több anyagnak keveréke, de ugyanakkor a maró hatást az a hangyasav, vagy valeriánsav, vagy metakrírsav hozza létre, illetve vannak olyan futrinkák, ez fajonként és csoportonként változik, más anyagokat, tehát például gyűrűs láncú szénhidrogénet tartalmazó, például a krezol, vagy a szalicírsavhoz hasonló anyagokat tartalmazó anyagokat lőnek, vagy bocsátanak a támadóikra védekezésként, tehát ezt nem támadásra használják, tehát a táplálkozásukhoz. Illetve olyan csoport is van, mint a bal felső sarokban látható tüzérbogár, aki egy sokkal hatékonyabb anyagot használ. Ez a hidrokinon és a hidrogén-peroxid összeöntéséből kataláz és peroxidáz vegyületekkel egy robbanásszerű löketet ad ki, ami még 100 fokos hőmérsékletet is elér, tehát az ember kézben tartja, akkor megég egy picit a bőre. Ráadásul ugye ez a maróanyag is rákerült, tehát komoly napokon keresztül maradó barnulást okoz a kézbőrén, hát szembe jutva viszont még sokkal kellemetlen lenne. Egyébként ezeket hallható is ez a kis robbanás, amit percenként, vagy 4 percenként talán 30-at is tud lőni állítólag. Itt néhány színes futrinkát mutatnak be ezek a képek a gyűjteményünkből. Nagyon sokféle változata van, a többségük általában fekete, itt igyekeztem azért a színes állatokat előhozni, illetve hát ugye a mi újság kérdése pedig az a válasz, hogy kutatunk futóbogarakat, amik nagyon sokféle helyen, tehát 400-nál több helyen kutattunk a környéken, és több ezernyi futóbogár adatunk állt ebből rendelkezésre. A védettekre különösen kíváncsi a természetvédelem, ezeket itt megint csak nem kell végigolvasni, tehát 32 védett futóbogár él a környékünkön. A bogarak egyébként nagy számából 534 faj van a magyar ismert futóbogarak között. És néhány védett fajt mutatok itt be gyorsan, de ezeket most nem részletezem, hiszen az időből már így is kifutottam. Cirpelőfutók, ezek hangot adnak, több faj is van, amelyik hangot képes adni, vagy itt voltak ezek a bábrablók, ezek nagyon szépek. Itt is még bábrabló, és hasonló kinézetű, de más rokonságú faj, tehát ezek megismerésére annak, hogy viszonylag nagyobb, több türelem és jobb rálátó képesség, mikroszkóp vagy nagyító szükség, és a nagy futrinkákat általában meg lehet szabad szemmel is ismerni. Ezek mind védettek Magyarországon. Részben azért, mert hasznosak, részben azért, mert hát ezek voltak a korábbi években a rovatgyűjtők kedvence, és hát hogy ez ne terjedjen tovább, ezért ezeket levédték sok évvel ezelőtt. Már komoly eszmei értékkel, illetve a természetvédelmi értékük a területek minősítésében is, megőrzésében, ugyanúgy, ahogy a Natura 2000 területek megóvásában is jelentős. Még egy-két szót arról, hogy ugye ismert ez a futrinka szó. Emberre használjuk ezt a kifejezést, hogy valaki futrinka, ugye általában gyerekre szoktuk mondani, hiszen azok az agilisabbak, aki izeg, mozog, futkározik, gyorsan tesz, vesz, sokszor értelmetlennek tűnően, arra mondjuk általában, hogy az futrinka, tehát ez egy jelző, és valószínűleg ezért is okoz sokszor ez a kifejezés mulatságot az emberek körébe. Köszönöm szépen!